Jó reggelt mindenkinek! Igazából azért mondom, hogy most reggelt, mert hogy éjfélig beszélgettem a barátnőmmel, és így nagyon-nagyon későn értem, ugye, az ágyba. És 9 óráig aludtam, vagy fél 9, hát inkább fél 9-ig aludtam, és utána ugye megcsináltam az arcomat, azt követően szunyáztam egy 20 percet, és akkor így úgymond frissen, energikusan 9 órakor el tudom indítani a mai napomat. Egyébként ma utaztam volna haza Magyarországra, de most nem megyek haza, mert hogy igen, tudjuk, hogy milyen dolgok és milyen helyzetek vannak Magyarországon, és nagyon-nagyon sok helyen. Good morning, DX-en. Úgy gondoltam, hogy mivel hogy szerettem veletek elindítani mindenféleképpen a mindennapjaimat, éppen ezért akkor indítsuk el most is együtt. Mindenki tudja, hogy a reggeli kávém a black kávé szokott lenni. Szoktam beletenni egy GL-t és a cordyceps-et. Egyébként látogassatok el a Catherine Gross DX-en YouTube és a Facebook csatornámra is, ahol nagyon-nagyon sok értékes információt megosztottam már veletek. Leírás szempontjából szeretném, hogyha mindenki ellátogatna, hogy miért teszem bele, és miért fogyasztom a reggeli kávémba ugye a cordycepset, miért a reggeli GL-t fogyasztom, és miért nem a öreg ganodermát teszem bele a kávémba. Ezt fogjátok majd tudni megnézni, ugye, hogy mit mikor fogyasztunk, miért fogyasszuk a szervezetünkben, és miért is ittattuk be a mindennapjainkba a ganoderma és a gyógygombák erejét. Úgymond, valóban, én úgy gondolom, hogyha már egyszer bele tudod kellőképpen ásni saját önmagad a gyógygombák hatalmával, és élsz is, akkor egy olyan kincs van valóban a kezedben a gyógygombák által, ami felbecsülhetetlen, és hozzá tudsz jutni minden egyes gyógygombánkhoz elérhető áron. Nincsenek túlárazva, nagyon-nagyon sokan attól félnek, hogy szerintem az én pénztárcám nem engedheti meg magának, hogy a gyógygombákat bevigyem saját önmagam szervezetébe és a mindennapjaimba. Van egy nagyon-nagyon jó hírem, Dr. Lee mindenkinek elérhetővé tette a gyógygombákat. Régebben a ganoderma csak a királyok, fáraók minden napjait és az egészségét tudta megtámogatni. Most már a világon mindenki meg tudja támogatni a gyógygombákkal a szervezetét. Ez szerintem nagyon-nagyon fontos. Használjátok ki, látogassatok el valóban az oldalamra, nem fogjátok megbánni, és nyugodtan folytok hozzám bizalommal, 25%-os kedvezménnyel mindenkinek már az otthonában tud lenni. 25%-os kedvezménnyel meg tudjátok venni, meg tudjátok vásárolni magatoknak ezeket a szuper élelmiszereket, szuper foodokat, mert hogy minden egyes termékünk szuper élelmiszernek minősült, és nem étrendkiegészítőről beszélgettünk, hanem 100%-os természetes szuper élelmiszerekről. Jó. Ahogy láttok, beleöntöttem már a kávémat a bögrémbe. Most akkor szétszedek bele egy GL-t. Nagyon-nagyon reggel van. Igen, amikor valaki későn kell, egyre álmosabb. De valóban sokat tesz nekem, ugye úgymond, hogy tudok szunyázni. Nagyon-nagyon szeretem a szunyát egyébként. Most már mondhatom azt, és ugye a cordyceps. Mondhatom azt, hogy egy hónapja ittattam be a mindennapjaimban, és már nem tudnám elképzelni azt, hogy én ne szunyázzak, úgymond, már hiányozna. Ugye mindig vannak olyan lépések és rutinok, hogyha elkezdesz, valóban ez a bűvös 21 nap
kihívás van. Nem hiába, mert a 21 nap alatt úgy beiktatod a mindennapjaidba, ösztönösen fogod már tenni azt, amit teszel, és ez már mondom a 30. nap, vagy 31. nap, és annyira ösztönösen csinálom, és hogy benne van a mindennapjaimban, hogy nem is tudnám elképzelni valóban. Tegnap előtt volt az, hogy mentem egy helyre, és egyszerűen mondom, nem csinálom meg. És már visszafordultam a ajtóból, képzeljétek el, inkább késtem 20 percet, nem érdekelt, de úgy gondoltam, hogy egyszerűen hiányozna a napomból, hogyha nem csinálnám meg. Hál' Istennek a többiek is késtek, így nem csak én, szóval nem vették észre ezt a kis késést, és egyszerűen annyira szárnyaltam, felfrissültem, és annyira jól éreztem magam, mint akit valóban kicseréltek, és valóban azt éreztem, hogyha nem csinálom meg, akkor nem azt mondom, hogy borult volna a napom, hanem azt éreztem volna, hogy hiányzott volna valami az életemben. Én azt mondom nektek, hogyha rá tudtok szánni az életetekre naponta 20 percet, amikor csak te vagy, és magadra koncentrálsz, és el tudsz csendesülni az életedben, és természetesen nagyon-nagyon nehéz a meditáció által kiiktatni a gondolatokat, hogy ne jöjjenek be a gondolatok, mert be fognak jönni. Viszont, hogyha elkezdesz tudni meditálni, és valóban csak a lélegzésedre összpontosítasz, és saját önmagadra, az felbecsülhetetlen érzés. Ez valóban. Nem fogod megbánni, hogyha egyszer kipróbálod a szúnya gyakorlatokat, nyugodtan írjál rám, megtanítom neked, ez egy napi 20 perces gyakorlat, folyamat, és azt fogod mondani, hogy Úristen, imádni fogod, mert valóban ez rólad szól. A szúnya az azt jelenti, hogy ürességet jelent természetesen, és hogy az elménket teljesen kikapcsoljuk, és csak magunkra összpontosítunk. A lélegzetünkre, és az, hogy valóban elcsendesüljünk, és akkor úgy indítsuk el a mindennapjainkat, hogy oké, itt vagyok, és minden napom csodálatosan gyönyörű lesz. Hát igen. Szonya és a DX-en, mert a DX-en alapítója Dr. Lin tanította meg nekünk a szonya gyakorlatokat. Nem csak az elménket, hanem vagy nem csak a testünket, hanem az elménket is tisztítjuk. És ez nagyon-nagyon fontos. Jó. Hát igen. Azért úgy gondolom, most igen, feltételeket egy ilyen állványra, és most nem tudom megmutatni nektek, sajnos. Viszont oké. Nagyon-nagyon finom kávéról beszélgettünk, és krémes kávéról. Jó. Ugye reggelente a Ganoderma és a Cordyceps mellé beszoktam venni ugye a 4 darab spirulinámat is. Én reggel szeretem ezt bevenni, töredelmesen bevallom azért, mert rohanó világot élünk, és elfelejtem, hogy úristen, most bekaptam, vagy nem kaptam be a spirulinát, és így reggelente a ganodermás kávéval sokkal könnyebb bevennem és elfogyasztani a spirulinával. És így biztos, hogy nem felejtem el elfogyasztani az algát. Jó, úgy gondolom, hogy aki már egy kicsikét rutinosabb, és beiktatta a mindennapjaiba a öreg ganodermát és a fiatal ganodermát, na, a mushroompor, az öreg és a fiatal ganodermának a keveréke. Én úgy gondolom, hogy ha szeretnél egy olyan összeállítást magadnak, nem külön fogyasztani, mert már úgy érzed, hogy szeretnél egy erősebb, egy kombinációt beiktatni a mindennapjaiba, akkor a mushroomport ajánlom számodra. Én nekem ez már kevesebb van benne, ezért
Én nagyon-nagyon szeretem, ugye van 22 grammos kiszerelés, és ő pedig a 70 grammos kiszerelés. Nagyon-nagyon szeretem. Jó, igazából ennyi lett volna a bejelentkezésem, hogy megmutassam nektek, és elmondjam nektek, még mindig fáradtan és álmosan, elnézést kérek, hogyha bagadoztam így a élő bejelentkezésben, viszont én is ugye ember vagyok, és álmos is, és ugyanek, de ettől függetlenül nagyon-nagyon boldog is, és nyugodt életem van, hála a jó égnek. És állok mindenki rendelkezésére, hogyan tudtok ti is hozzájutni ezekhez a csodálatos termékekhez, 25%-os kedvezménnyel nyugodtan írjatok rám, és természetesen, aki szeretné a DXL szúnya gyakorlatokat elsajátítani, abban is állok rendelkezésetekre, mert én úgy gondolom, hogyha el tudtok csendesülni, és fontosak vagytok a saját önmagatoknak, akkor bevesztek ezt a meditációt. Úgy gondolom, hogy a napi 20 perc nagyon-nagyon kevés önmagadra. Most hallottam tegnapi nap folyamán egy előadásban, hogy ha nincs magadra 20 perc meditációnak, akkor csináld meg egy órában. Igen, sarkalatos, de én úgy gondolom, hogy azért 20 percet még mindig ki tudunk szorítani a rohanó világunkból, mint hogy egy óra hosszája az embernek, ha most azt nézzük, ha én azt mondom nektek, hogy ezt a szűnő gyakorlatot egy óra hosszában tudod végezni, akkor azt mondod, hogy köszönöm szépen, nem kérem, ugye? Mert nincs egy óra hosszánk magunkra még, úgy gondoljuk. Egyébként van, mert annyi mindent más csinálunk még abban az egy óra hosszában hasztalanul, viszont hogyha azt az egy óra hosszát, de eleinte 20 percet saját önmagadra tudnád fordítani, kikapcsolni a világ zaját teljesen az életedből, akkor esküszöm nektek, hogy ha csak elkezded, lehet, hogy egy héten csak két napot tudsz magadra szentelni 20 percet meditáció által, de össze fogod majd tudni hasonlítani azokat a napokat, ahol tudtál 20 percet magadra szánni meditáció által, és ahol nem. Vagy rá fogsz jönni, hogy valahogy másabb, valahogy egy olyan dimenzióba kerülsz, ahol azt fogod mondani, hogy mit nekem bármi, állok mindennek elébe, mert egyszerűen azt fogod érezni, hogy tiéd a világ. És én mióta a szúnya gyakorlatokat végzem, és valóban el tudok kicsikét csendesülni, azt érzem, hogy valóban szárnyalok, és azt érzem, hogy bármire képes vagyok. Én mindent meg tudok csinálni. Mert egyszerűen egy olyan hatalom van a kezemben, ami felbecsülhetetlen, a gyógygombák által is természetesen, és a meditáció. Na ez a kettős elegyet teszi ki, úgymond a DX-ent, és a mindent. Egyszerűen, ugye én 3 éve léptem rá a DX-en útjára, és azt érzem, hogy maximálisan megváltozott az életem, amiért én hálás tudok lenni, míg élek a DX-ennek. Nem tudom ezt elégszel elmondani, mert ugye nekem pajzsmirigyeló termelésem volt, és már nem kell szednem azóta azt az egyetlen egy gyógyszert, mióta a gyógygombák elejét bevezettem a mindennapjaimba. És nagyon-nagyon szépen viselkedik a szervezetem, nagyon-nagyon szépen viselkedik a vérem is. Ezt meg is jegyezte ugye a doktornő is, hogy teljesen normalizálódott a vérképem. És ez nekem megelégedésemre szolgál, mert nagyon-nagyon szuper 100%-os élelmiszereket, gyógygombákat vittem be a szervezetembe. A legjobb döntést hoztam meg, amikor ráléptem a DX-en útjára, és azt kívánom nektek is, hogyha valamilyen betegséggel küzdötök, a gyógygombák ereje mindenre megoldást tud jelenteni. Nyugodtan folytok hozzám bizalommal, nem fogjátok megbánni, mert a gyógygombák ereje nem válogat, hogy neked segítünk, neked nem, neked megváltoztatjuk jó irányba az életedet, neked nem, hanem mindenkinek maximális védelmet tud gyakorolni a mindennapjaira,
mert hogy az összes gyógygomba arra sarkalja az immunrendszeredet, hogy saját önmagát meggyógyítsa. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, a gyógygombák elejét igénybe kell venned. Ebben tudok neked segítségedre lenni egy 25%-os kedvezménnyel. Fordulj hozzám bizalommal, nem fogod megbánni. Legyen csodás napja mindenkinek. Sziasztok!